A futballcsapatot 1909-ben alapították, 2013-ban jutott vissza a Blasz 1-be, 9. a bajnokságban most, a Budapest kupát viszont megnyerte a Testvériség SE, a címvédő Voyage büntető párbajos legyőzésével. Sikerüket nemrégiben elhunyt korábbi játékosuknak ajánlották, mi pedig igyekszünk mindent megtudni a kis csapatról. Törőcsik András vezetőedző, Nagy János kapus és Bacskai Bence középpálya segítségével ők a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok, uraim! Meglepetés volt a kupa megnyerése? Hát nem úgy indultunk a kupában, minél több játék lehetőséget szerettünk volna adni játékosainak, de hogy jöttek az eredmények, azért már cél lett a végén a kupa győzelem. Mikor jött meg, srácok, az étvágy igazából? Amikor már azt mondtátok, hogy hát akár még itten merészebb álmokat is elkezdhetünk dédelgetni. Hát azt hiszem, az elődöntőben már éreztem mindenki, hogy itt nagy lehetőség, siker előtt állunk, és a döntőben már úgy éreztük, hogy ezt kötelező behúzni. Tehát a döntőnek már hiába a bajnokságban jobban szereplő ellenfél, amely egyébként titeket is megvert, azt mondtátok, hogy most már ezt egy meccsen kupába hozni kell. Így van. Erre gondoltatok. Milyen taktikával készültetek a döntőbeli rivális ellen? Hát mindenféleképpen a saját játékunkat, támadó focit szerettünk volna játszani. Én úgy érzem, hogy az első fél időben teljes mértékben ült, mi vezettünk 3-1-re, utána a saját tempónkban egy kicsit elfáradtunk, de én úgy érzem, hogy a csapat egységét mutatja, hogy föl tudtunk állni, itt büntetőkkel, ugye egy nagyon jó kapus teljesítménnyel meg tudtuk nyerni a kupát. Na hát erről a kapus teljesítményről beszéljünk, mert András ezt már többször hangsúlyozta, hogy erre nagyon nagy szükség volt. Hát ez hogy sikerült? Hát... Készül a kapus a büntető párbajra? Minden kupa meccs előtt? Hát nem készült, kifejezetten nem készült 11-es párbajra, megpróbálta a legjobb teljesítményt hozni a meccsen, és ráadásul így jött ki neki most pont. Kifogta azt a napot, hogy szenzációs vonalon védett végig az egész meccs alatt, és a 11-es párbajban is. Na, hogyan volt ez? Nem is tudom, tehát igazából maradjunk annyiba, hogy szerencsém is volt, mert ugye a 11-est inkább rosszul lehet rúgni, mint... Aztán igazából nekem annyi volt a dolgom, hogy az irányokat eltaláljam, a játékosok reakcióiból kitaláljam, hogy most jobbra vagy balra, illetve középre rúgják. Ez 7 esetből 4-szer sikerült, 3-szor sikerült hárítanom, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a csapat sikerét ezzel sikerült szolgálnom. Na most, hát azért az megnyugtató, nem, Bence, amikor ilyen kapus van, akkor hátra se kell nézni játék közben. Hát azért ez nem így van. Azért vannak előtte páran, akik összehozhatják a gólokat, de igen. Ha egy ilyen kapusunk áll a meccsen, akkor mindig tudjuk, hogy legalább az X-el jók vagyunk. Azért nagy csata volt, nem? Tehát volt-e olyan pillanat, amikor meginogtál magadba, hogy nem lesz meg? Hát 3-3-nál azért még volt hátra ugye 10 perc, azért egy kicsit feszült volt a hangulat a kispadon, de én bíztam benne az abban, hogy a csapat még, én mondom, ez az egység, ami az egyesületünket, vagy a csapatot mutatja, az biztos volt, hogy átsegít minket ezen a kritikus ponton. Megvolt, az öröm gondolom hatalmas volt. Mit jelent igazából ez a Budapest kupa győzelem számotokra? Hát ez nagyon nagy diadalt, hogy mivel tavaly feljutottunk, idén meg még csak a középmezőnyben szereplünk, szeretnénk előrébb is, de ez a kupa olyan önbecsülést ad a csapatnak, hogy van miért küzdeni, följebb is még lehet jutni, vannak célok még. Nagy ünneplés volt, János? Hát ebből igazából nem tudok nyilatkozni, mert nekem korán el kellett mennem, mert nekem este dolgoznom kellett, inkább a csapattársam tudná erre. Ez azért fontos, mert majd mindjárt eljutunk oda, hogy ezekben a régiókban hogyan működtök, úgyhogy már haladjunk is errefelé, lesz egy utalom, tehát hogy Ferrari, Bentley igény szerint milyenkor a trófán kívül az elismerés? Hát ugye ez amatőr Budapest kupa, itt az elismerés az tényleg az, hogy együtt maradt a csapat, ugye egy-két kivétel, aki munkahelyi elfoglaltság miatt el kellett mennie, de hát reggelig ugye bulizás volt, de azért hétvégén már bajnoki meccs volt, úgyhogy arra próbáltunk készülni, de mondom, együtt ünnepeltünk utánpótlás játékosainkkal, szurkolónkkal, szülőkkel, úgyhogy ez tényleg nagy siker, és nagyon jó kis buli volt azért a meccs. Na jó, hogy szegény János, kivédted a szemüket, utána meg összepakoltál és mentél dolgozni. Hát kis túlzással. Na de várj, és akkor mi volt a munkája? Legalább ott büszkélkedtél, hogy az előbb... Persze, mutogattam mindenkinek azért. Ugye az előbb egy kupát nyertem. Így van. Onnan annyira azért ne piszkáljanak, nem, meló közben? Persze. Komolyra fordítva szólt, hogy működik ez? Teljes amatőrizmus? Igen, ezen a szinten? Mindenki munka mellett, vagy tanulás mellett? Tanulnak, dolgoznak, illetve most egyre több játékosunkat próbálunk itt az utánpótlás képzésbe beépíteni. Ugye 3 éve kezdtük el ezt a munkát, volt 40 utánpótlás játékosunk, meg ugye pont kiestünk a Budapest másodosztályba. Tehát ti is akkor ilyen TAU pályázatokon vesztek részt, gondolom. Igen, és akkor most ugye már 200 utánpótlás játékosunk van, ugye itt a 15. kerületi sportiskolával, Sági Ferenc elnök úrral 2 éve leültünk, megbeszéltük, hogy aki ott nem fér be az MB2-es csapatba, a Reacba, azokkal szeretnénk mi itt hosszú távon esetleg egy ilyen ugródeszkává tenni a testvériséget, hogy aki még nem ért felnőtté futballilag, abból futballistát próbáljunk nevelni, és mondom, ennek az eredménye az, hogy azért fejlődik a csapat, egy hosszú távú tervünk van, szeretnénk egy nagyon erős utánpótlásbázist, amit nagyon jól haladunk, és hát szerintem ennek az eredménye is ez a kupa győzelem. Egyébként az egyesület, a csapat neve az hűen tükrözi a ti közösségeteknek az erősségét is? Azt hiszem, igen. Ezt elmondhatjuk a csapatról, hogy mindenki lojális egymás iránt. Ha amatőrizmus, akkor ez, nem tudom, ezekben a régiókban akár úgy is előfordulhat, hogy az ember még nettó befizető is? Igen, van tagdíjunk. Ugye? Úgyhogy tagdíjbefizető minden játékosunk, ebből is, illetve a TAO-ból, meg itt a vezetőnk Gyűr Lajos támogatásával tartjuk fönt az egyesületet. Nagyon szép melegítője van a csapatnak, és hát a támadó futballt akkor ugye spanyol márkával is köszönti. Mik a terveitek az utánpótlás megerősítésén kívül? Stabil BLASZ első osztály, vagy akár merészebben még följebb is? Hát először ezt szeretnénk stabilizálni, ezt a Budapest első osztályú tagságunkat, és akár 1-2 éven belül mi készen állunk, akár egy osztály följebb is, hogy szerepeljünk. Hát akkor az elszánt a testvériség. Mindenképpen, és hát akkor jövőre egy jó kis színvédés? Hát benne van, reméljük, így lesz. Ugyanezzel a csapattal, hogyha én jól érzékelem, akkor együtt marad a társaságban. Igen, azon dolgozunk, hogy együtt maradjunk. Hát urak, még egyszer gratulálok, és akkor jó munkát nektek a folytatáshoz is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.